Az alacsonyabb osztályokban is kezdődnek lassan a futballbajnokságok, így a téli teremtorna szezon is a végéhez ér. Az elmúlt hétvégén Újfehértón egy öreg fiúk tornával zárták a téli időszakot olyan csapatokkal, amelyekben 40 év feletti játékosok szerepeltek. Bár az előzetesen nevezetnél kevesebb együttes lépett pályára, a szervezők elégedettek voltak. 17 csapat sikerült összehoznunk, sajnos három visszamondt az utolsó pillanatban. Nemzetközi tornánk volt, Mező Petri Viktória, illetve egy másik erdélyi csapat tisztelt meg jelenlétével. Mivel földrajzilag közel vagyunk Hajdú-Bihar megyéhez, ezért sok csapat látogatott, ilyen az Aqua General Hajdúszoboszlóról, illetve a Debreceni Labor csapata. A tornát végül a többek között Sándor Tamást, Dombi Tibort, Madar Csabát, Kerekes Zsombort felvonultató debreceniek nyerték, a gólkirályi címet pedig játékosuk Bogdanovics Igor szerezte meg. Most először szerepeltünk, nagyon szeretettel is jó kedvük jutunk erre a tornára. Hát nyilván igen, nevek alapján lehetett úgy mondani, de nyilván első perctől kezdve utolsó meccsé kellett volna tenni azért, hogy itt legyünk, mert nyilván egy ilyen csapatok ellen minden egyes ellenfél próbálja jobban focizni, jobban teljesíteni, mint ami szokott, és így nehéz dolguk van, nem lehetem úgy elérni bárkit is, nyilván ahogy tettünk első meccstől kezdve utolsó meccsig úgy csináltunk, hogy tényleg akartunk ezt a tornát megnyerni. Szerintem egy teljesen jó színvonalú torna volt, sok jó játékos volt, sok jó csapat volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy Janinek meg Zolinak lesz kedve ezt folytatni, mert szerintem sok profi, meg fiatal torna között egy ilyen öreg foci, jó színvonalú torna mindig kellene. A debreceni Labor mögött a nyíregyházi Vektigália végzett a második helyen, a harmadik helyet pedig a Fáraó Bútor Eger csapata szerezte meg. A legjobb kapusnak a vektigáliás Mudri Attilát, a legjobb játékosnak pedig a negyedik helyezett Eszi Jóró csapatát erősítő Egyed Attilát választották meg.